Szeretettel köszöntöm Önöket, nálatok Mizu című műsorunkat látják, és hát el kell, hogy mondjam itt rögtön a műsor elején, hogy most már nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egy kinti helyszínen jelentkezhet ez a műsor. Hogyha követték az előző adásainkat, akkor láthatták, hogy először az online térben született meg egyébként ez a műsor, és két adás ott valósult meg. Aztán az előzőnél már ez a csodálatos helyszínünk meg lett volna, ha az időjárás nem szól közbe, de szerencsére a Városházán kaptunk helyet ennek a műsornak, és az előző két adást onnan tudtuk bonyolítani. Most pedig én nagyon szeretném innen is megköszönni az Áhoj söröző tulajdonosainak azt, hogy a helyszínt biztosították, és most már tényleg itt a belvárosban, egy csodálatos környezetben lehetünk, úgyhogy ezt külön köszönjük nekik. És hát a mai műsorunkba olyan vendégeket hívtam, akik valamilyen úton, módon nekem egy kicsit a fiatalság témához hozzá kapcsolódnak. Azt majd el fogom mondani, hogy miért, azt azért még nem árulom el pontosan, hogy mi a témánk, hanem inkább bemutatnám vendégeimet. Elsőként Nagy Juditot, a Szabad Színház vezetőjét. Köszönöm, hogy eljöttél. Zabos Reginát, mondhatom, hogy énekesnő vagy? Mondhatom. Azért téged a Fehérváron már elég sokan ismerhetnek, ezt is ki fogjuk vesézni. Mészáros Attila alpolgármester urat nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én is a nézőket. És Kis Lőrinc, hát majd még azt hiszem, hogy te megfogalmazod, hogy te mi is vagy egyébként ebben a műsorban, és azt is el fogjuk magyarázni, hogy miért hívtunk el téged. Téged még olyan sokan nem ismerhetnek, de valószínűleg a jövőben már fognak. És hát akkor a nézőinknek elmondom, hogy a mai műsorunk témája az lenne, hogy fiatalság, bolondság, illetve ezt a kérdést teszem fel, és rögtön szeretnék mindegyikőtöktől egy választ kapni erre, hogy ti hogy gondolkodtok erről, még mielőtt bármiről is beszélnénk, hogy szerintetek a fiatalság az együtt jár a bolondsággal? Judit? Én azt gondolom, hogy igen, de nem kell, nem kor kérdése a bolondság, vagy pedig ha kor, akkor az örök fiatalok, én nem is szoktam időseket sem mondani, hanem inkább nem annyira fiatalokat szoktam mondani, tehát én azt gondolom, hogy kicsit együtt jár, persze, mert szeretne mindenki mindent kipróbálni. Pont erről beszéltünk tegnap a Zentai Márkkal a strandon, Mörg zenekar frontemberével, hogy egy csomó dolgot szeretne kipróbálni, amire most jött rá pont a karantén alatt, hogy mi mindent nem csinált, és most ezeket szeretné kipróbálni. Elsősorban ilyen új marketing megoldások, utazgatással összefüggő dolgok, de hogy hát ő is már elhaladta a 30-at, és mondta, hogy kellően bolond ahhoz, hogy ezt kipróbálja, hogyha a többiek nem is, ő egyedül ki fogja próbálni. Attila, te hogy gondolod ezt a kérdést? És azt gondolom, hogy a mosoly, a vicc, a humor az mindenki, azt gondolom, és jó is, hogyha minden korosztály magáénak érzi. Nyilván a fiatalok esetében azért a keretek megtalálása és azért a bolondságnak a foka azért jó, hogyha a fiatalok tisztában vannak vele, hogy mik is azok a keretek, amelyek között a bolondságot űzhetik, mert nyilván azért néha sajnos tapasztalhatunk bizonyos határokon túlmenő, amit már nem is bolondozásnak hívnánk, hanem inkább másképp. De azt gondolom, hogy ebben a városban mindig a jókedv, azt gondolom, hogy előtérbe szokott kerülni, akár rendezvényeken, akár csak, hogyha hétköznap végségtálunk a városon, úgyhogy ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon pozitív. Regina, ti fiatalabbak, hogy gondolkodtok? Hát én is egyetértek ezzel, hogy azért bizonyos határokat azért be kell tartani, de én viszont a saját életemet veszem példának, hogy én azért élek azzal, hogy még kötetlen életet élek, és nem kell senkihez sem igazodnom. Tisztában vagyok vele, hogy azért most vannak azok az évek, amikor így én is így próbálgathatom magamat mindenbe, amiben csak akarom. Úgyhogy én azért nagyon egyetértek ezzel, hogy fiatalság, bolondság. Lőrinc? Kevesebb a felelősség mindenképpen fiatalon, de ugyancsak akár felnőttként is igazából a felelősségteljes bolondság is jó lehet az élet folyamán. Ezt úgy értem, hogy meg kell a megadott határokat be kell tartani, de azon belül viszont kihasználni mindent, amennyire csak lehet. Na jó, beszéljünk egy picit mindegyikőtökről, és akkor elmondom a nézőknek, hogy miért pont titeket hívtalak. Hát egyrészt ugye
Attila alpolgármester úr, ugye te nagyon sokat foglalkozol itt a fiatalokkal, úgymond hozzád tartozik a te területed az, hogy itt a székesfehérvári fiatalok, a diákság hogyan élik az életüket, meg hát az iskolai életüket, úgyhogy nyilván ez miatt is hívtalak, meg hát nyilván szeretnénk rólad is egy-két dolgot azért megtudni. Beszéljünk egy picit arról, hogy te hogy látod a mai fiatalokat itt ebben a városban, mert most ugye mondtad azt, hogy nagyon sok a jókedv, meg egyébként én azt látom, hogy tényleg Fehérvár az úgy nagyon próbálja felkarolni a fiatalokat, és nagyon sok bulit szerveznek például, amikor lehet nekik. Azt gondolom, nagyon-nagyon fontos gondolat volt polgármester úrtól, amikor 2010-ben elkezdtük a közös munkát, hogy meg kell ragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a városban meg tudjuk mutatni, hogy ez a fiatalok városa is, és hogy érdemes itt tanulni, érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, családot alapítani, stb. Ugye korábban azért azt tapasztaltuk, hogy nyilván továbbtanulás hiányában, egyéb lehetőségek hiányában elmentek a fiatalok a városból, és kevesen jöttek aztán vissza. És hát nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, ez egy hosszú folyamat eredménye kell, hogy legyen, hogy ezen tudjunk változtatni. És én azt gondolom, hogy ez apró lépéseket megtettük sok területen a városnak, akár a felsőoktatás, tehetséggondozás, kultúra, sport, tehát rengeteg dolgot tudnék mesélni erről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és nyilván az is nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalok ebben abszolút partnerek. Mert hiába találnánk mi ki innen néhány méterre, hogy mi jó a fiataloknak, valószínűleg már ezt nem teljesen tudjuk mi megállapítani. Úgyhogy ez a konstruktív párbeszéd, ami zajlik, mondjuk úgy, hogy a Városháza és a fiatalok között most már az elmúlt 10 évben, azt gondolom, nagyon sok pozitív eredményt hozott, és nagyon-nagyon sok tekintetben a fiatalok mondják meg, hogy mit is szeretnének, mi lenne jó nekik, milyen témában, hogyan haladjunk, és ebben pedig a közösségi média, azt gondolom, abszolút segítségünkre van, hiszen a polgármester úr is, én is rengeteg ötletet, javaslatot kapunk a különböző közösségi felületeken, ami erősíti egyébként nem csak a mi kapcsolatunkat a fiatalokkal, hanem a fiatalokban is azt a ösztönzést megadja, hogy igenis bele tudnak szólni egy város életében bármilyen területen, hogyha egyébként ebben aktív szerepet szeretnének vállalni. Úgyhogy azt gondolom, ebben is előre tudtunk lépni az elmúlt években. Köszönöm szépen. Juditot azért hívtam el, mert hát azt elmondhatjuk, hogy nagymama vagy, és mégis nekem az jutott rólad eszembe, meg akárhányszor meglátlak, ugye nagyon sokszor szoktunk mi találkozni, akár interjúk kapcsán is, meg hát ugye nem árulunk el titkot, hogy kisfiad nálunk dolgozik, Szabó Miklós Bence szerkesztőriporter, és hát így azért van némi közünk egymáshoz, de mindig ahányszor meglátlak, mindig az jut eszembe rólad, hogy úristen, hát én is ilyen nagymama szeretnék lenni, mint te, és hogy olyan jó rád nézni, meg hát a kisunokád ugye fantasztikus, egy hát már ránézni is olyan, hogy érdekes kis arca van, és hogy nagyon kis cserfes kisfiú, mint a apukája. És hát ugye ti azért a Szabad Színházat csináljátok már nagyon-nagyon hosszú ideje, és te mindig is gondolom, hogy muszáj neked ilyen fiatalosnak maradnod, ahhoz, hogy mondjuk a szerepeidet, szerepeket úgy játszátok, mindig másnak a bőrébe bújni. Hát igen, ez egy innovatív dolog, amivel foglalkozunk, és a művészeti kifejezés formákban is az innovativitást keresem mindig. Alapvetően én, hogyha meg kellene határozni magamat, akkor innovátornak határoznám meg magam, mert hogy állandóan új gondolatok vetődnek föl a művészi munkámban is, vagy akár a civil foglalkozásomban, ami egy egyetem. De hadd kapcsolódjak alpolgármester úrhoz a tekintetben, amit a településmenedzsmentről mondott. Ugye én ezt tanultam is, méghozzá nem is rossz helyen, mert a Sorbonon és a franciáknak nagyon jó módszereik vannak, és több helyütt is dolgoztam kutatási programokban, ahol pontosan ez volt a cél, hogy a fiatalokat bevonják a tervezési folyamatokba, hiszen hogyha belegondolunk, akkor egy várost tervezni, ugye nem 2-3 évre szoktak, hanem 10-15 évre előre kell gondolkodni, és akik most esetleg fiatalok, vagy akár gyerekek,
ők majd felnőttek lesznek, amikorra azok a fejlesztések megvalósulnak, amelyek most a tervekben szerepelnek. És ezért gyerekeket is beszoktunk vonni, és a gyerekek, ez több kutatás is bizonyítja, nem csak a mi kutatásaink, hanem az ifjúság kutatások is bizonyítják, hogy az általános iskolás korú gyerekek még sokkal innovatívabbak, és sokkal kreatívabbak, mint a gimnazisták vagy az egyetemisták, akiknek már kanalizálódik, becsatornázódik a gondolkodása arra, hogy ő mi szeretne lenni, de az általános iskolás még minden lehet, és még a gimnazista is még minden lehet, és egész kisgyerekekkel is szoktunk rajzoltatni, és nem is feltétlenül a rajz az érdekes, az is érdekes, hogy rajzolják le a jövő iskoláját, hanem hogy közben beszéltetjük őket. És akkor nem akar nekem megfelelni, nem akar a kutatóknak megfelelni, meg a szülőknek, meg a tanítónéninek, hanem akkor csacsog. Elvonja a figyelmét az, hogy most dolgozik egy rajzon, és ez is például egy kutatásmódszertani eszköz, amivel ezt meg lehet tudni. Szóval én nagyon támogatom, hogy a fiatalokat és a gyerekeket vonjuk be. A mi társulatunkban is van egészen kicsi is, és nagyon-nagyon innovatívak, és az én munkamódszerem is ez a bevonó, involváló típusú munkamódszer, tehát én soha nem betanítok egy előadást, hanem az egy közös munka eredménye, tehát hogy ők hozzászólhatnak. És hogyha megértik, hogy miről szól az az előadás, vagy miről szeretnénk, hogy szóljon, akkor reflektálnak erre. Most például, jó most, hát már egy fél éve volt a karácsonyi műsor, amiben én elmondtam, hogy mi az a szituáció, ahonnan kiindulhatunk. Hát nem füstölt a ceruzám, hogy ezeket a párbeszédeket rögzítsem, ahogy ők reflektáltak egymásra, meg a környezetre, az éppen aktuális történésekre. Tehát nagyon-nagyon kreatívak a gyerekek, és én ezt a kreativitást használom is, ahol csak tudom. És egyébként könnyű velük dolgozni? Mert nagyon. Most a mi szakmánkból kiindulva gyerekekkel interjút készíteni nagyon nehéz. De igen. Ez lehet, ez teljesen más. Én a Bencének is mindig ajánlok gyerekeket, mert most is van a csoportunkban 2-3 olyan gyerek is, akiket a filmezés vagy a televíziózás érdekel, sőt már rádióznak is, van egy kisfiú, aki a Ciszter Rádióban rádiózik is, van egy másik kisfiú, aki meg most a karantén alatt híradót csinált. Schneider Zajákosnak hívják, igen. És szóval vannak olyan gyerekek, akik már egészen fiatalon reflektálnak a környezetükre. Mondjuk a Bence is pont ilyen volt, hogy egész fiatalon reflektált a környezetre, és szerintem használni kell a gyerekek kreativitását mindenben. Köszönjük szépen. Zabos Reginát szerintem sok mindenkinek nem kell bemutatni, itt Székesfehérváron legalábbis. Ugye te Fehérvár hangja győztes vagy, 2015-ben, ha jól emlékszem a dátumra, igen. És hát azóta nyertél egy nagyon rangos énekversenyt, és egy országos énekversenyt, meg hát számos zenésszel fordultál már meg, ugye, és hát itt Fehérváron meg rendszeresen a rendezvényeink vendége, illetve fellépője vagy. Vagy fellépő vendége vagy. Téged azért hívtalak, mert már nagyon fiatalon bekerültél ebbe a tehetséggondozásba, tehetségkutatóba. Ugye te a Kodolányin tanultál, jazz tanszakon, tehát hogy azért ehhez meg már nagyon korán el kellett, hogy kezdődjön egy ilyen elhivatottság. És gondolom, hogy az a végső célod, hogy énekesnő legyél. Hát igen, én már azért általános iskola óta tudom, hogy mi akarok lenni. Úgyhogy én azóta volt egy ilyen pont, ahol eldöntöttem, hogy én nekem ez a célom. És hát nyilván a középiskola az még jobban megerősítette bennem a dolgokat, úgyhogy már azóta ilyen fanatizmussal élek. Hát igen. Amikor ebben a témában gondolkodtam, hogy fiatalság, bolondság, akkor én pont egyébként téged, mint ilyen ellenpélda szerettelek volna felhozni, hogy nem feltétlenül arról szól a fiatalság, hogy mondjuk nem tudjuk, hogy mit akarunk, meg ilyesmi. Hát mondjuk most már te is rácáfoltál, meg majd még te is ráfogsz. Mert hogy tényleg én azt látom, hogy a fiatalok mostanában nagyon tudják, hogy mit akarnak. Sokkal jobban, mint a mi generációnk szerintem legalábbis. Hát én azért látok az én környezetemben olyan embereket, akiknek így ötletük nincs, hogy mihez kezdjenek, miután befejeztek egy egyetemet is, szóval, hogy csak azért fejeztek be valamit, hogy legyen egy diplomájuk. De utána meg rá kell jöjjenek, hogy a diploma az tényleg
jó, ha van, de hogyha nem szeretjük a szakmánkat, akkor szerintem az semmit se ér. Úgyhogy van nyilván ellenpélda is. Nekem szerencsém volt, hogy nem kellett azon gondolkodnom, miközben az ikertestvérem nem igazán tudta, hogy mit csináljon abban az időben, amikor én már tudtam. Szóval, hogy így mindig vannak ilyen ellenpéldák is rá. De attól függetlenül, hogy én fiatal vagyok, attól függetlenül azért nagyon céltudatosan kell, hogy építsem a napjaimat, főleg, hogy mostanában egyre több rohangálás van így országok között, és hát azért az eléggé oda kell, hogy figyeljen az ember, hogy minden úgy összejöjjön, ahogy azt tervezte. De azt mondjuk el a nézőknek, hogy miért rohangálsz országok hát én között? Eredetileg Vajdaságból jöttem ide 2015-ben tanulás céljából, és hát azóta így itt maradtam. És hát én azért nagyon lokálpatrióta is vagyok, ugyanúgy szeretek hazajárni is, mint ahogy így most Fehérvárra, most ugye egy hónapja már Pesten élek, és hát az érzés, hogy így idejövök Fehérvárra, az leírhatatlan, hogy ilyen úgymond otthonnak érzem, mert ismerek minden utcát, ismerem az embereket, most is itt ülünk, és így elmegy vagy 10 ember, akit ismerek, és hát 4 éve vagy 5 éve lakok itt, szóval azért úgy... Ez kemény. Igen, hát mondjuk kisváros is azért, illetve nagyváros, de olyan családias, tehát igen, hogy mindenki igen, ismeri, igen. Sokan ismerik egymást, igen. Lőrincet azért hívtam, nem titkolom el, hogy a Judit mondta, illetve tanácsolta, hogy hívjam el Lőrincet, hiszen ugye egy jó példa arra, hogy valaki lehet egyszerre bolondos, fiatal, és nagyon komoly is egyben. Megpróbálom kimondani ezt a pankúr. Parkour. Most megint elrontottam, mert pedig megbeszéltük előtte. Parkour. Tehát, hogy ő ezzel foglalkozik, illetve ezzel is foglalkozik. Ez lenne mondjuk az őrültség vagy bolondság része. Középkorban belga bolha embereknek hívjuk őket egyébként. Ó. Amikor ezeket az ugrószámokat előadják itt a középkori azért, városban. Igen, azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez miről szól, mert hogy amikor nekem ezt a Judit mondta, én azt mondtam, hogy úristen, ha nekem a gyerekem majd ekkora lesz, mondjuk hál' Isten, a lányok talán nem csinálnak ilyet, vagy majd elmondod, hogy csinálnak-e. Tehát, hogy én ahogy hallottam, hogy ilyen háztetőkről ugrálnak egyikről a másikra, meg nem tudom, ilyen akrobata dolgokat csináltok tulajdonképpen. Így van, vagy például most ugye, mint megtudtuk, ugye, vagy megtudtam, ugye Juditték hívnak titeket állandóan a középkori forgatagba, és akkor ott így az utcán kápráztatjátok el az embereket, a szaltóitokkal. Én nem hiszem, hogy van olyan fehérvári imás film, amiben nem ugrik a Lőrinc, mindegyikbe szaltózik. No, hát ugye ez az egyik része, amiért a Lőrincet meghívtam, hogy ezt megtudjam, hogy végül is ezt így mégis... hogy gondolod egyrészt, mert hogy ez tényleg nagyon veszélyes. Másrészt pedig, ahogy hallottam, nagyon komoly életpálya előtt állsz, illetve a terveid azok nagyon komolyak. Adja, jó Isten! Mert hogy ugye japánul mondhatjuk azt, hogy perfekt tudsz? Igen, hát persze mit jelent az, hogy perfekt, de egy ilyen hétköznapi beszélgetést azt teljesen... Aha. Tehát az, aki mondjuk a japán... szakra jár az ELTE-n, és egy évet kint töltött Japánban, meg hogy tanár szeretnél lenni, japán tanár, igen. Ugye? Hát azért... nem japán, hanem vallástudománynak szeretnél lenni. Ja, vallástudomány, na hát akkor, na. Ezt most vesézzük azért ki, hogy ezek a dolgok így hogy jönnek össze? Hogy fér meg ez így együtt? Mert hogy mondjuk az én fiatalkoromban azok, akik nagyon elhivatottak voltak, azok biztos, hogy nem csináltak őrültségeket. Talán így kompenzálódik, így kerek a kép, hogy mind a két oldal megvan, a fiatalság és a bolondság, és közben hát, igazából kicsi korom óta érdekel egyébként tényleg a vallások. A Ciszterciben jártam, majd onnan átmentem a tópartiba, és talán ott fogott meg ez az egész vallás téma, de már korábban is különben, de ott merültem bele mélyebben, ott a kereszténység részében. De mindig is úgy voltam, hogy ennél az igazság az egy nagyobb, kerekebb dolog, és éppen ezért meg akartam vizsgálni a többi vallást is, hogy vajon mi lehet az az igazság, ami ennek az egész életnek a célja. És így kezdtek el érdekelni engem a vallások, olyannyira, hogy most az japán szak mellett nekünk fel kell venni egy minort, egy ilyen másodszakot, ami a vallástudomány volt, és annyira megtetszett az ELTE-n, hogy vallástudomány mesterre jelentkeztem, és vallástudománynak szeretnék a professzora lenni, hogyha minden jól megy. Igen.
És akkor ez mellett az ugrálás, az hogy egyébként az hogy jött az életedbe? Vagy szintén kiskorom óta ilyen kis mászó, kúszó, mászó majom kisgyerek vagyok, aki állandóan már óviba is a fáról kellett leszedni. Tehát ez a... De szerintem a legtöbb kisgyerek egyébként ilyen. Csak van, aki abba hagyja, és van, aki nem. Van, aki kinövi, van, aki nem. Ez a parkour, ez igazából utcai torna. Amikor, ez Franciaországban alapította egy ember, aki egy olyan... De ezt nem lehet sportágnak tekinteni, vagy ez igen? Ez egy extrém sportág talán. Azt hiszem a hivatalos definíciója az extrém sport. Úgy alakult ki, hogy ez a tornász ember elkerült egy olyan helyre Franciaországba, ahol nem volt lehetőség hivatalos tornaedzésre, és emiatt ő kitalált, hogy az utcán akkor ki kéne valahogy találnom magamat, hogy hogyan tudnék gyakorolni mégis tornát, és így született meg a parkour Franciaországban. Ami különböző akrobatikus elemek bemutatásából áll elsősorban, vagy pedig háztetőn való fölmászás és leugrás és különböző extrém dolgok, amik nem a negyedikről ugráltok le. Nem a negyedikről, csak a másodikról. De másodikról meg már, hogyha ügyes az ember, akkor igazából le lehet tompítani az esésnek a sebességét. És hát a szülők persze nagyon örülnek. Na, ezt akartam kérdezni, hogy mit szólnak ehhez egyébként. Mivel tudják, hogy elvileg ügyes vagyok viszonylag, tehát hál' Istennek sose volt semmi bajom, emiatt engednek, persze nehéz szívvel, de legjobb, amikor ilyen hivatalos keretek között, például a Juditéknek a középkori forgatagos paraván előtt mutathatjuk be hivatalos keretek között ezt a belga bolha ember produkciót a többi sráccal, akikkel együtt csináljuk ezt a sportot. De az csak így az aszfalton ugrálás? Csak gondolom. Az aszfalton, meg ki az ablakon? Nem, hát az ablakból is. Ja, igen, van egy olyan műsorszám, amikor a kikapós fogadósnétól kiugrálnak a fiúk, mikor hazajön a férj. És akkor van egy ilyen jelenetünk. És akkor sorba ugrunk. Ilyen azonnali bíráskodás van, és az asszony megbüntetése, de hát a fiúk sorba ugranak ki az asszonytól. Nagyon vicces jelenet. Egyébként ez egy ilyen önszerveződés volt részletekről? Ez teljesen önszerveződő is, és nem én vagyok talán Fehérváron ez a sport egy generációval előttem honosodott meg, tehát én már a második parkour generációba csöppentem bele, úgyhogy a Molnár Beni barátom elhívott, hogy próbáljam ki. Látta, hogy tettem már fel videót magamról, hogy szaltózok, stb. És ez a srác teljesen ismeretlenül rám írt Facebookon, hogy egyébként van ez a parkour sport, és látom, hogy benned lenne potenciál kicsit kipróbálni, és gyere ki, ugrálunk majd valahol, találkozunk a Zsuzsanna forrásnál 3-kor, és akkor így csöppentem bele abba a parkourba, ahol tényleg ők idősebb srácok voltak, akik elkezdtek tanítgatni engem, és mostanában már igazából egy kiöregedő félben vagyok, mert a mostani legaktívabb generáció az egy olyan 3-4 évvel fiatalabb nálam. 24 éves vagyok, tehát ők ilyen 20-19 éves srácok, akik a legaktívabban csinálják a parkour Székesfehérváron legalábbis. De az interneten persze Magyarország szerte látok ilyen egész kis picikek is srácokat, akik ezt csinálják. Viszonylag most már egyre híresebb ez a sport. Amikor én kezdtem, akkor még nem nagyon tudta senki, hogy mi ez. És hogy tudtok egyébként gyakorolni? Vagy miből áll a gyakorlás? Gyakorlás az úgy folyik, hogy például attól függ, hogy minek a gyakorlása. Hogyha például egy szaltónak a gyakorlása elsősorban homokban vagy fűben segítséggel. Tehát átforgatjuk a kicsit. Kettő nagyobb srác körbeáll, és akkor a kicsit átforgatjuk, ahogy ugrik. Ezután jön a következő szint, amikor ez a játszótereknek az a műanyagos talaja. Ezután következik az keményebb talaj, majd a beton a szaltóhoz. Ugyancsak az ugrásoknál pedig egyre nagyobb távolságokat gyakorlunk átugorni. A műsor előtt kérdeztem, hogy azért megnyugodjak, hogy volt-e már ebből baleseted, és azt mondtad, hogy nem. Nem, hál' Istennek. És hallani sem hallottál ilyen? Nem, szerencsére nem. És amikor mondjuk az ablakon ugráltok ki, vagy az erkélyekről, akkor arra hogy tudjátok megtanulni erre a technikát, hogy kell jól esni, vagy ugorni?
Ezt is ugyanúgy fokozatosan rávezetve. Tehát először nem egy emeletre magasról ugrunk ki, hanem csak egy méterről. Utána másfél méterről, két méterről, és vagy kiguruljuk, vagy tényleg másféle módszerekkel elvezetjük az energiát, a mozgási energiát, és akkor így nem a lábunk megy szét, hanem szépen el van vezetve. És akkor tényleg a végén már lehet ilyet, hogy akár majdnem a második emeletről is leugrani főbe. A polgármesterként mit szólsz ehhez? A fiatalokkal foglalkozó polgármesterként. Ne legyen baleset, nyilván ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy minél több, mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok jó kis közösség alkot egy nagy jó közösséget, és minél színesebb egy város, és minél többféle dolog van, annál élhetőbb, azt gondolom, és azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik, hogy a fiatalok így. Nyilván kárt sem magukba, sem másba ne okozzanak. Nyilván azt gondolom, ez egy komoly adrenalin kérdése is. Persze. Nem? Hogyha minél többen, úgyhogy vigyázz a magukra. Fiatalok, de csinálják. És szórakoztassanak bennünket természetesen a Judittékkal közösen. Neked még van egy kis gratuláció tartozás, ami személyesen is, mert hogy ugye én azt tudom, hogy mi együtt jártunk főiskolára, és utána te még elvégeztél valamit, majd ezt meséld el, kérlek, és most pedig a Corvinus Egyetemen ismét egy újabb diplomához jutottál, úgyhogy ehhez szeretettel gratulálunk. Köszönöm szépen. Is. Nálad meg akkor nem állt meg a tanulás? Nem, valóban a középiskola után egy pedagógus, illetve egy kommunikációs diplomát szereztem. Aztán nyilván az élet erre a pályára sodort, amit nyilván sose gondoltam, mert nyilván azt gondolom, nem úgy szocializódik egy fiatal, hogy a polgármester lesz egyszer. Ezt elmeséled egyébként, hogy ez hogy lett közben? Ez egy nagyon hosszú történet, úgyhogy csak röviden. Meg nem is nagyon szeretnék. Én a főiskola alatt a Vörösmarty Rádióban dolgoztam, és én Cserpakovics Andrással onnan ismerkedtünk meg, és lettünk jóba, és aztán rájöttünk, hogy nagyon sok minden tekintetében közösen gondolkodunk, és 2008-9 tájéken kezdtünk el arról beszélgetni, hogy érdekelne engem ez a pálya, és akkor így csöppentem bele kvázi kívülről a helyi közéletbe, amit azt gondolom, hogy nem bántam meg, hogy ezen a pályán lettem. És hát nyilván, ahogy elkezdtem dolgozni a közéletben, láttam, hogy azért kell még plusz tudás ahhoz, hogy még jobban tudjak dolgozni, és ezt a szolgálatot vinni. És ez azért középiskolai, nem az, hogy álmom volt, de azért terveztem, hogy azért egy közgazdasági képzés azért jó lenne, és akkor 2015-ben jelentkeztem a Pázmány Egyetemre közszolgálati közgazdász alapképzési szakra. Az egy 3 éves szak volt, azt fejeztem be 18-ban, és akkor utána ennek a mesterszakját végeztem el a Corvinuson, és pénteken volt a záróvizsga, amit sikerrel teljesítettem, úgyhogy most a 4. diplomát megvan. Most azt gondolom, egy kis pihenés. Igen, ezt tettem volna kérdezni, van-e még hasonló. Long life learning, igen, most kicsit felfüggesztem, mert van sok feladat, de aztán meglátjuk, hogy lesz-e még valamihez kedvem, időm, energiám. Azt gondolom, hogy ez a kérdés leginkább, hogy a sok-sok munka mellett, amit nyilván nagyon szívesen végez az ember, hogy van energia. Ezért nyilván ez a sokszori éjjeli tanulás azért sok energiát elvesz, és nyilván nem szeretném, hogyha pedig a feladatoktól venni el. Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy mikor van erre időd, mert hogy napi szinten találkozunk mindenhol a városban, ahol ugye rendezvények vannak, már amikor vannak, ugye most már reméljük, hogy lesznek is, de hogy ez alatt az időszak alatt, gondolom, akkor most lehet, hogy egy picit több időd lehetett, vagy nem? Szoktam azt mondani, hogy nyilván a szakdolgozatomat azért sajnos ennek a helyzetnek is köszönhetem. Valószínű, hogyha ha nincs ez a pandémiás helyzet, akkor még nehezebb lett volna a szakdolgozatot elkészíteni, meg az áruvizsgára felkészülni. Úgyhogy ezért kicsit több idő volt, de örülök, hogy mind a kettőnek vége. És akkor visszatérhetünk a rendes kerékvágásba. Nagyon remélem, hogy ez hosszú távon is így lesz. Nyilván most azt gondolom, hogy most a feladatunk az, hogy kialakítsuk azokat a eljárásrendeket, protokollokat, akár
önkormányzat, város, intézmény és a többi, hogyha esetleg lesz következő hullám, ami reméljük, hogy nem lesz, vagy hogyha lesz, akkor is jóval enyhébb, akkor nem azt mondom, hogy rutinszerűen, de már jóval nagyobb alkalmazkodó képességgel tudjuk átvészelni. Judit, nálatok a színészet egyébként hogy jött bele az életetekbe? Én beleszülettem, mert nekem anyukám is alapítótag volt a Szabad Színháznál, ez egy 62 éve működő társulat, független színházi társulat, és hát tulajdonképpen beleszülettem, másfelől meg már az óvodában is ez a készség vagy képesség megmutatkozott, úgyhogy már akkor verseket szavaltattak velem, meg mesét mondattak, az föltűnt már, hogy jól mesélek, és akkor ez folytatódott az általános iskolába, én a Béketéri Általános Iskolába jártam, ahol kiváló pedagógusok voltak, és tehetséggondozás folyt. Cipollino műhely, így hívták a tehetséggondozó műhelyt, és nagyon komolyan ment ez. Tehát, hogy nekem igazából a felnőtt, én egyrészt soha nem növök föl, szerintem, tehát, hogy mindent tudok gyerekszemmel is látni, egy épületet, egy utcát látom a gyerekszememmel is, meg látom a mostani szememmel is, vagy egy udvart például, ahova jártam a mostani Széchenyi szakközépiskolába, ott gyerekként nagyon sokszor átmentem, mert a nagymamám még a közelben laktak, és azt az udvart látom gyerekszemmel, látom középiskolás szemmel, később főiskolás szemmel, mert oda jártam a kandóra is. Tehát, hogy mindent valahogy így jegyeztem meg, és valahogy így nem tudom, úgy tudok ugrálni az időbe, egy érdekes készség ez, vagy képessége az ember. Ezt egész korán felfedeztem már magamban, gyerekként is. És szóval így jött, hogy tulajdonképpen nagyon jó tehetséggondozó pedagógusok voltak körülöttem, és egy sikerélmény volt az egész gyerekkorom. Egy sikerélmény. Ráadásul a nagypapám, aki meg egy erdélyi családból származunk, a nagypapám pedig a kolozsvári nagyszínház öltöztető szabója volt, így hát a színházi világ, meg a jelmezek világa, ez, és ráadásul egy olyan korban volt ő vállalkozó, amikor ezt nem nézték jó szemmel, és a kisosz elnöke, és oda nagyon, tehát egy szabó műhely, inkább most már azt mondanánk, hogy stúdió, mert ő egy ilyen stílustanácsadó is volt közben, divatlapjai voltak, nagyon ismert személyiségeknek vart ruhákat, szóval az egy ilyen VIP központ volt tulajdonképpen, tehát hogy sokkal érdekesebb volt otthon lenni, mint az iskolában, mert annyi sok történés volt. Tehát, hogy én beleszülettem ebbe a színházi világba, mondhatni, hogy belenőttem, és akkor ez egy több generációs csapat, ez a társulat, nincs is ilyen több Magyarországon. Még a szolnoki társulat, de ők se annyi idősek, mint mi. Tehát ez egy kuriózum, vagy fehérvári kum, vagy nem tudom, hogy hívjam, hogy egyrészt ilyen széles korosztályt felölel, több generációs színház, mert hogyha megnézzük az összes ilyen színházat, akkor ez a széles generációs portfólió nincs meg, hogy kisgyerek is van, meg 84 éves is van, tehát ilyet és nem tudsz tovább mutatni. A családban, igen, hiszen és, ugye Bence is és űzi, hogy a, igen, meg és hát több majd család, talán a kisfiú. És több család van benne ebbe, ahol már a harmadik, negyedik, hát nálunk a negyedik generáció van bent, de egyébként az egész társulatban már az ötödik generáció van most bent. És most mind dolgoztok? Hát nagyon sok mindenen, mert ugye az utánpótlás csoportok is növögetnek, és az utánpótlás csoportoktól kezdem akkor, hogy Búzati Ime a színésznővel dolgoznak egy mexikói népmesén, a népmese.al közös projektben vagyunk. A gimnazisták dolgoznak egy Hály János darabon, amit Kerekes Áron rendez. A vasvári színpadosokkal is dolgozunk egy darabon. Aztán van egy olyan csapat, aki vegyes csapat. Ővelük egy Médiahatás nevű iskolaszínházi produkción, aminek Matúz János a dramaturgia. Éppen egy angol szerző műve. A mai médiáról szól, és a fiatalokra gyakorolt hatásról. Aztán szintén egy Hály János darab lesz, az lesz az első bemutatónk szeptemberben,
akkor egy dán drámát fogok én rendezni, inkább egy fekete komédiának mondanám, mint drámának. Ennek a Mesteremberek a címe, ez pedig egy nagyon érdekes sztori. Ugye nagyon sok mesterember elment tőlünk, most visszamentek Ukrajnába, határon túli területekre, stb., és hiány van belőlük mindig, szóval ezt azt gondolom, hogy mindenki érteni fogja ezt az előadást, hogy egyrészt hogyan lesz valakiből burkoló vagy vízvezetékszerelő, és hát az ő kis világukról, meg a megrendelők másik szemszögéről szól ez a vicces előadás. És akkor csinálunk egy komoly, sok szereplőt felvonultató előadást. Dürer Maté forduló lesz jövőre, 100 éves lesz Dürer Mat, és az öreg hölgy látogatását, ez pedig a pénz hatalmáról szól, valamint gyerekszínházi produkciókat is fogunk létrehozni, tehát nagyon-nagyon sok mindennek nézünk. Ezt most így elhallgatva is soknak tűnik, igen. Elébe. De én azt gondolom, hogy tele vagyunk ötletekkel, és tele vagyunk energiával. Hát pénzzel kevésbé vagyunk eleresztve. Mindig ez a probléma, a forrást hogyan találunk ezekhez. De azt gondolom, hogy kialakult egy olyan 10 000-es közönség, egy olyan célszegmens Székesfehérváron, akik kifejezetten ezt az Alter Színházat szeretik, ezt a közelséget, ezt a másik térszervezést, hogy a gyerekek is, hogy köztük játszanak a színészek, akkor ezt az intimitást, amit nem lehet visszaadni. Tehát mi nem azt csináljuk, mint a Vörösmarty Színház, mert arra ott a Vörösmarty Színház, hanem egy egész más formanyelvvel dolgozunk, és így szerintem nagyon jól kiegészítjük egymást. Nagyon sokan járnak egyébként hozzánk, akik oda is járnak, és ide is járnak. Azért hívnak bennünket másik színháznak. Regina, a zeneiparban mi újság? Veled mi újság mostanában? Hát a zeneipar azért elég durván leállt, amikor jött ez a pandémiás helyzet, és hát ugye nem volt, most kezd egyébként visszajönni, nekem kb. 20-án volt az első duó koncertem Szlovákiában. Hát sok minden történt velem az elmúlt egy évben. Lehetett látni téged Orsova Irénékkel. Igen, a dalban is voltam közreműködő, meg február óta bekerültem a Geszti Péter zenekarába, mint fővokálos, úgyhogy azért nagyon sok minden történik, ami egy tök jó dolog. Most elkezdtem járni különböző énektanárokhoz, ezért is jobb, hogy most Pesten vagyok ilyen szempontból. De te nem tanítasz egyébként éneket? Tanítottam, de most abba hagytam, mert most inkább én szeretnék tanulni. Én is, mint alpolgármester úr, én is azért szerintem sokáig fogok tanulni. Én nekem az nagyon nagy öröm, hogyha én tanulhatok, és majd lesz egy idő szerintem, amikor majd úgy érzem, hogy most akkor itt van ez az én időm, és akkor vállalhatok diákokat, de én nekem az az észjárásom, hogy én is szeretnék legalább olyan jó tanár lenni, mint amilyeneket én kaptam, hogy azt tudják mondani, hogy az Abos Regina egy jó tanár, szóval ahhoz nekem még kell, én is 24 évesen még nem igazán nem tudom, taníthatok persze amatőr énekeseket, de szeretnék egy picit hogy azért a haladókkal is tudjak foglalkozni majd, szóval azért van egy ilyen cél is az életemben, hogy előbb-utóbb azért majd nyilván átadni a tudást, de hát most még. Többek között Péli Barnáéktól tanultál, igen, ugye? Igen, ő hívott ide Fehérvárra, mert nekem volt a külföldi próbálkozásaim, és akkor az nem sikerült, és akkor mondta, hogy hát gyere Fehérvárra, és akkor így kerültem ide, szóval, hogy egyáltalán bántam meg, hogy nem külföldön kötöttem ki, valamilyen szinten külföldön, mert átjöttem a Vajdaságból, de akkor is egy csomó csoda történt velem itt Fehérváron is, szóval itt indult el minden, és most úgy néz ki, hogy jobban kitárul a világ így 2020-ban. Azt olvastam, hogy Balatonfüredvárosnak is a zenekarában benne voltál? Igen, még most is tagja vagyok. Csak most már van helyettesem, amióta a Gesztinél
vagyok, mert ott meg ugye prioritást élvez a zenekar, szóval, hogy bármi bejön, azt nem lehet lemondani, mik a betegek vagyunk, mert van egy párom is, egy nagyon tehetséges lány, és ketten vagyunk énekesek, és hogyha bármi van, ugyanúgy menni kell, és akkor egymás helyet énekelni, szóval, hogy azért ez egy elég durva meló lesz, de nagyon profi, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, de igen, van még ez a Füred Dixieland band is, mivelük már 2017 óta dolgozom együtt, és hát nagyon szeretek velük, mert egy nagyon, nagyon jó emberekkel teli zenekar, és hát szerintem a zenekarokat is egyébként azt tartja össze, hogy ki milyen ember, szóval, hogy lényegtelen, hogy ki milyen zenész, mert hogyha van egy nagyon profi zenész, de bunkó, az nem ér semmit, szóval itt ez a közeg tart minket össze, és nagyon szeretjük egymást, szeretünk egymással zenélni, úgyhogy terveimben az is szerepel, hogy őket is folyamatosan megtartani, és hát nyilván a saját életemet is, az én saját szóló karrieremet is valahogy így megtartsam ez mellett, hogy benne vagyok ettől függetlenül a Gesztinél. Úgyhogy ezek a történések most. De ezt nagyon jó látni, hogy olyan fiatal vagy, és olyan alázatos, tehát hogy szerintem sokan azért el tudnak szállni ennyi szereplés után is, és te így látszik, hogy nagyon alárendeled magad ennek. Hát igyekszem egyébként jó fejlődni. Egyébként a művészen elbosztják is rendesen őket, tehát hogy én is mindig, mi is mindig mondjuk, hogy helyre tesszük azokat a gyerekeket, vagy azokat a fiatalokat, akik ilyen irányba elmennének, mindig azért próbáljuk kordában tartani a gondolkodásukat is, hogy az alázatos legyen, mert máshogy nem lehet. Igen, máshogy nem is lehet. Igen. És a te szakmád, Lőrinc, amit választottál, ez is egy nagy alázattal jár egyébként. Nálad most mi újság van? Most azt mondtad, hogy mesterszakra készülsz, és hogy mindenféle terveid vannak, akkor a japán is megvan, ugye? És akkor ez mellett még a vallástudománnyal is szeretnél foglalkozni. Most hogy állsz? Alapvetően vallástudománnyal szeretnék foglalkozni, és abba az irányba menni. A vallástudomány mesterszakra is jelentkeztem, amint mondtam, de emellett a japán nyelvet mindenképp meg szeretném persze tartani, mert nem jó az, hogyha kikopik a nyelvtudás az emberből, azt mindenképp mindenképp gyakorolni kell, hogy megmaradjon. És ahogy az alpolgármester úr is említette, nekem is nagyon jót tett ez a világvírus helyzet. Mert én is most írtam a szakdolgozatomat és a záróvizsgát, és így otthon tudtam maradni, és rá tudtam koncentrálni teljes mértékben. Különben elég nehéz lett volna itt a sok minden mellett, amit csinálok. És egyébként előtted milyen jövőkép van? Most az, hogy vallástudománnyal szeretnél foglalkozni az úgy tágabban, mit jelent, hogy képzeled el úgymond felnőtt korodat majd, amikor már meglett apuka leszel? Egyetemi professzor szeretnék lenni. Ezzel a vallástudománnyal kutató és tanító, de emellett a japán nyelvvel, meg még hát, ha tudok más nyelveteket is megtanulni, például az arab nyelvet, abból is tanultam már egy évet arabul, de szeretném folytatni, tehát azt is legalább egy ilyen beszélgetési szintre fel szeretném fejleszteni az arab nyelvtudást, és akkor egy a nyelvek és a professzorság ez a cél, aztán ahogy a jó Isten akarja. Az én apukám meg képzeldek karateedző, és hát én is karatéztam egy nagyon picit még annak idején, és ugye ott ilyen japán kifejezéseket használnak meg, ilyesmi, és hát nem tudom, mert én nagyon sokszor, akivel találkoztam, és elmondtam ezt az egy kis mondatkát, aki japánul tudott, azt mondta, hogy ez nem jó. Pedig én ezekben a berkekben tanultam azt, hogy watashi wo anata wo aisemasu, az azt jelenti, hogy szeretlek, vagy nem jelent semmit. Aishimasu. Watashi wa anata wo aishimasu. Igen, majd igen. Nem tudtam. Igen, igen. Az igen. Jó. Meg még a japánul tízik számolás. És ez melyik kata volt? Ez az. Ez ilyen táborban, szerintem ilyen kis, még gyerekkorunkban. És akkor táborban, amikor nem kellett karatézni, akkor jöttek ezek. Kyokushin. Apukám Kiyo edző. Na hát őről is lehetne egyébként mesélni, mert ő is a 67 évével még azért a Maigeriket rugdossa, két csípőprotézissel. No, hát én nagyon örülök, hogy eljöttetek és beszélgettünk egy kicsit. Én még egy-egy mondatkát, vagy egy-egy picike kis üzenetet szeretnék mindegyőtöktől hallani.
a fiataloknak, a mai kor fiataljainak, hogy mi az, amit így egy mondatban tudnátok nekik üzenni? Sok mosoly, vidámság, bolondság, de azt gondolom, hogy céltudatosság és alázat. Ezzel lehet szerintem boldogulni most 2020-ban Magyarországon, és szerintem a világ bármely pontján. Mondd azt, hogy minden lehetséges, mindent meg tudsz csinálni. Ezt. Ahogy a példa is mutatja. Igen. Igen. És ti fiatalabbak? Én azt üzenem mindenkinek, hogy ha van egy álma, azért harcoljon és tegyen meg, szóval egyik úgyse könnyű, de hogy ettől függetlenül ne adja fel, és menj egyenest bele a félelmeibe, és meg lesz előbb-utóbb a cél. Szóval véletlenek azért nincsenek? Vagy vannak? Vannak véletlenek, és szerencse is nyilván társul, de szerintem, hogyha valaki komolyan dolgozik, de tényleg komolyan, szóval nem csak elmondja, hogy hát én mennyit akkor előbb-utóbb az kifizetődik, szóval, hogy én ebben hiszek, hogy a sok munka az a végén megtérül. Úgyhogy én ezt üzenem. Így legyen. Lőrinc? Mindenki használja ki az életét, amennyire csak lehet. Minden lehetőséget meg kell ragadni, és kihasználni szerintem ez a legfontosabb, mert különben csak elvesztegetjük az életünket. Köszönöm szépen a szép gondolatotokat, és köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánok nektek mindegyőtöknek az életetek területén. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Lesz még nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!